Egyiptom. Lenyűgözőek és erőteljesek, kisugárzásuk szinte misztikus. Mindenkire mélyen hatnak, a fáraók korának kőből épült tanúi. Egyiptomban kereken 5000 évvel Krisztus előtt olyan kultúra jött létre, amelyet egyértelműen az életet adó Nílus határozott meg. Kemet a fekete ország, így nevezték az egyiptomiak saját birodalmukat. Ez alatt a termékeny iszapot értették, amely az isteneknek köszönhetően minden évben áradáskor elborította a földeket. Számtalan templomot szenteltek isteneiknek, és mélységes hittel a túlvilágban több mint 30 dinasztián keresztül uralkodóiknak, az örökkévalóságnak szánt síremlékeket emeltek. Írásuknak, a hieroglifáknak köszönhetően, melyeket csak 1822-ben fejtettek meg, bepillantást nyerhetünk a régi egyiptomi életformába. És ha belelátunk a múltba, mélyebben megértjük a jelent is. A mai Egyiptom számtalan szociális gonddal küzd. A gazdasági fejlődés és a szabad piacgazdálkodás ellenére az emberek nagy része még mindig a létminimum alatt él. A gyors népességszaporulat és a vallási alapon dúló belpolitikai viszályok következtében Egyiptom jövője a modern civilizációt és az elmaradottat elválasztó keskeny peremen ingadozik. Amióta a fundamentalista muzulmánok nyíltan szembeszálltak az állammal, szigorú óvintézkedéseket kellett bevezetni. Az odalátogatók lehetőleg fogadják el a korlátozásokat, de biztonságukat az ismert útvonalak mentén, amelyek az egyiptomi kultúrkincsekhez vezetnek, nem veszélyezteti semmi. Főleg, ha az ismert utazási irodák számtalan ajánlatainak egyikét veszik igénybe. A legkülönbözőbb variációkban szerveznek körutakat a nevezetes látnivalókhoz. Lehet tisztán kulturális programot választani, vagy nyaralással egybekötni a Vörös-tenger partján. A választékban minden megtalálható egészen a búvárkodásig. A beutazáshoz egy legalább még 6 hónapig érvényes útlevélre és egy vízumra van szükség. A vízum ugyan beszerezhető az egyiptomi követségen, de sokkal egyszerűbb közvetlenül a kairói repülőtéren kiváltani. Repülőgéppel 4 óra alatt érhető el a főváros vagy a Vörös-tenger partján fekvő Hurgada. Egyiptomban a kelet-európai idő érvényes, ezért órájukat a leszállás után 1 órával előbbre kell állítani. Egyiptom északi partját a földközi tenger határolja. Területe úgy 1 millió négyzetkilométer, amelynek majdnem 97%-a sivatag. A Nílus bal és jobb oldalán a keskeny, termékeny földsávon összezsúfolva körülbelül 54 millió ember él. A folyó, mely évezredek óta az egyiptomi földművelés meghatározója, sokáig az egyetlen közlekedési és szállítási útvonal volt. A régi egyiptomiak templomaikat és szentélyeiket a Nílus mentén építették fel, és a folyó iránya, valamint a nap szerint tájolták be. Magának a folyónak sohasem adtak nevet. Az áradást és a termékenységet azonban istenként tisztelték, akik az élelmet és a túléléshez szükséges erőt adják az országnak. A mai Egyiptomnak is a Nílus a pulzusa, meghatározója a gazdaságilag legjelentősebb városoknak, Kairónak és Alexandriának. Aki nem látta Kairó városát, az nem látta a világot. Az 1001 éjszakából származik ez a mai napig érvényes megállapítás Kairóról.
hiszen sehol nem él ennyire szorosan egymás mellett a múlt és a jelen, a káosz és a nyugalom, nem nyüzsög ennyiféle nép az utcákon, mint itt. A 16 milliós metropolisz a legellentétesebb érzelmeket váltja ki. A pezsegve áradó életet látva azonban egy odalátogató sem maradt közömbös. A repülőtértől Heliopolis városnegyeden át vezet az út a központba. Ebben az üzleti negyedben, ahol sok nemzetközi vállalat székhelye található, a gyarmati és a modern építészeti stílus keveredik egymással. A Kairó felderítésénél egy autó mellett döntenek, erős idegzetre lesz szükségük, mert úgy tűnik, hogy itt nem léteznek közlekedési szabályok. Ahhoz, hogy egy pillantást vessenek a városra, a 187 méter magas kairói toronyból, vagy meglátogassák az összes többi nevezetességet, még mindig a taxi a leginkább stresszmentes közlekedési eszköz. Természetesen befizethetnek egy szervezett városnézésre is. A város keleti szélén emelkedik a hatalmas citadella. Az erődítményt egy kurd hadvezér Saladin építette 1176-ban, miután a keresztes lovagok Kairó egy részét többször is lerombolták. A citadella falain áll a Muhammad Ali mecset is, amelynek finoman tagolt minaretje kimagaslik a város fölé. Muhammad Ali pasát, aki 1805 és 1848 között uralkodott, a modern Egyiptom megalapítójának tartják. Amióta az arabok 640-ben meghódították Egyiptomot, az iszlám lett a társadalom meghatározója. Kairó több mint 500 mecsetjével a mai napig az ország vallási központja. A népesség 93%-a iszlámnak tartja magát és a Korán előírásait követi. Főleg nyugaton azonban az iszlám értékítélet gyakran ellenérzést és elutasítást vált ki. De általában az idegen kultúra ismeretének hiánya vezet ezekhez az előítéletekhez. Az emberek közötti közvetlen kapcsolat minden tekintetben gyorsan eloszlatja a félreértéseket. Ez a kapcsolat a lehető legtermészetesebben alakul ki a bazárokban. Khan el-Khalili, Kairó legnagyobb bazárja, eredetileg karavánszerájnak épült. Egyiptomban a kereskedelem régi hagyományokra tekint vissza, és a legnagyobb odaadással űzik. Az alkú feltétlenül hozzátartozik. Talán ez alkalomból kerülnek először kapcsolatba az ottani pénzzel, az egyiptomi fonttal. Egy font az 100 piaszter. Khan el-Khalili turista csapdaként híres és hírhedt. De néha a sokféle áru között apró kincseket is fel lehet fedezni. És ha találtak valamit, ami a fogukra való, kezdjenek el alkudni. Az üzlet lebonyolításával bizony eltelhet egy kis idő. A bazár önmagában is egy lenyűgöző világ, és teljes egészében megfelel a nyugati ember keletről alkotott elképzeléseinek, mintha az ezer egy éjszaka díszleteit látnánk. A bazárban úgy tűnik, megállt az idő. Minden sarkon egzotikus illatok áradnak incsiklandozóan és kóstolóra szólítanak fel. De a bazár több, mint áruk kereskedelmi központja. Hírbörze, találkozóhely is egyúttal, minden arab város szociális központja. Kairó óvárosában bepillantást nyerhetünk Egyiptom keresztény múltjába. A Kasr el-Sahma negyedben, amely az egykori római erődítményen belül található, még ma is túlnyomó részt kopt keresztények élnek. Egyiptomban már a második század óta léteznek keresztény közösségek. Mégiscsak miután 379-ben a római birodalom államvallássá nyilvánította, terjedt el a keresztény hit a római tartományban, Egyiptomban.
A római, majd az ezt követő bizánci uralom idején számtalan templom és kolostor épült. 640-ben az arabok meghódították Egyiptomot, és az iszlám elterjedésével egyidejűleg a keresztény kultúra hanyatlani kezdett. Ma a lakosság 7%-a tartozik a kopt egyházhoz. Az erődítmény mellett álló kopt múzeum áttekintést nyújt az egyiptomi keresztény kultúráról. Vissza a városközpontba. A legfőbb közlekedési csomópont a Midán el-Tahir mellett fekszik a híres egyiptomi múzeum, melyet Auguste Mariette, francia kutató alapított 1857-ben. A múzeumban 120 ezer kiállítási tárgy látható. A fáraók korának rendszeres feltárása lényegében Napóleon egyiptomi expedíciójával kezdődött. A hadvezér, aki 1798-ban érkezett flottájával Alexandria kikötőjébe, hogy kérdésessé tegye a brittek keleti hatalmát, számos kutatót és tudóst is magával hozott. Attól kezdve franciák, olaszok és angolok versengtek a rejtett kultikus helyek feltárásáért. Annak ellenére, hogy a régészek nagyon sok leletet magukkal vittek szülőhazájukba, sikerült egy felmérhetetlen értékű gyűjteményt összeállítani. Ilyen például II. Ramszesz, az új birodalom egyik legjelentősebb fáraójának múmiája. És természetesen Tutankhamon teljes épségben megmaradt sírja, ami felbecsülhetetlen értékű bepillantást tett lehetővé az új birodalom kultúrájába. A Scarabeus, ami sok ékszeren is megjelenik, Atonrét szimbolizálja, az ősteremtőt az egyiptomi mitológiában. Az új élet szimbólumát az elhunyt a túlvilágra vezető útjához kapta. Az egyiptomi múzeum előtt, ahogy más nevezetességeknél is, készenlétben áll a turista rendőrség, hogy tanáccsal és tettel a segítségükre lehessen. És ez ebben a nagyvárosi forgatagban bizony gyakran hasznos. Kairó fazettákban gazdag városképéhez hozzátartoznak az egyiptomi királyok pompás épületei is, mint például Faruk király palotája, aki 1936-tól 1952-ig volt Egyiptom uralkodója. Keleti mesepalotáját időközben luxusszállóvá alakították át tőkeerős vendégek számára. Egyedülálló ambitusai Kairó legszebb szállodájává emelik. De másokból is megéri ide ellátogatni. Kairóban ugyanis a nagy szállodákon és néhány klubon kívül szinte egyáltalán nincs éjszakai élet. Bár Kairó éjszakai élete különbözik a nyugati nagyvárosokétól, nyugalom ebben a milliós városban nincs soha. Mielőtt Kairót elhagyják, feltétlenül látogassanak be egy papírusz készítő üzembe, ahol rendkívül szemléletesen mutatják be a világ legrégibb papírjának előállítását. Természetesen be is vásárolhatnak itt. A régi egyiptomiak már 5000 évvel ezelőtt is így állították elő a papírusz növényből a papírt. Először szétvágták a szárát. Majd hengerelték, ettől nyerte el a papírusz a szilárdságát. Végül a csíkokat úgy szőtték össze, hogy egy derékszögű felület keletkezett. Néhány napi préselés után kész volt a levélpapír. Kairó déli peremén az utolsó házsorok felől már kivehetően emelkednek a gízai piramisok. Keops, Kefrén és Mükerinosz,
az Óbirodalom négy dinasztiájának fáraói a Krisztus előtti 2575-től 2465-ig terjedő korban építették maguknak ezeket a hatalmas síremlékeket. Anyaggá lett napsugarak, melyeken az elhunyt fáraók lelke az égbe száll, hogy ott az ősteremtővel, Atonrével egyesüljön. A régi egyiptomiak ezt a képzetet társították a piramisokhoz. Ez a világcsoda évszázadok óta kihívást jelent a kutatók számára, hogy rájöjjenek a piramis építés titkára. De a legmodernebb technika bevetése ellenére is számos kérdés nyitva maradt. Titokzatosság és fenségesség övez mindent, ahogy a Szfinxet a Keopsz piramis lábánál. A hatalmas síremlékeket látva a térről és időről alkotott modern fogalom megirog. A filozófiai elmélkedésből azonban elég gyorsan a realitás talajára rángatják az ide látogatót a kereskedők, akik ugyanúgy Gizához tartoznak, mint maga a sivatag. Makacsul és fáradhatatlanul próbálják eladni portékájukat a turistáknak. Minden esetre az arab üzleti szellem és a látogatók vásárlási láza sok esetben egész jól kiegészítik egymást. Az egyiptomiak nagyon a szívükön viselik a hagyományok ápolását és a kézművesipart. Ez utóbbihoz tartozik a szőnyegkészítés művészete is, amely különösen Kairó körzetében jelentős. Ennek az állami intézménynek egyrészt az a célja, hogy továbbadja a hagyományos csomózási technikát, másrészt pedig, hogy a gyerekek egy kis bevételhez jussanak, amivel családjukat támogathatják. De menjünk vissza a múltba. Az ókori birodalom fővárosa Memphis úgy 18 kilométerre fekszik Gízától. Memphis mérhetetlen jelentősége ellenére II. Ramszesz hatalmas szobrán kívül, aki az új birodalomban kereken 1000 évvel később örökítette meg magát, nem sok maradt a város hajdani fényéből. Djoszer fáraó piramisa az Óbirodalom 3. dinasztiájának idejéből, Egyiptom első és legrégebbi piramisa. A szakkarai sivatagban áll az egykori főváros Memphis temetkezési helyén. Bár Szakkarát elsősorban az Óbirodalomban használták halotti városként, megtalálhatók itt a későbbi dinasztiák sírjai is, egészen a Krisztus előtti 343-ig. A Desert Road a sivatagi út vezet az ország északi részébe, és Egyiptom második legnagyobb városába, Alexandriába. A várost Nagy Sándor alapította Krisztus előtt 322-ben, és kedvező fekvése következtében hamarosan a görög, majd később a ptolemaioszi kultúra egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává fejlődött. Az egykori híres szentélyből, amelyet Nagy Sándor utódja, első Ptolemaiosz építetett, alig maradt fenn valami. Szapirisz isten hajdani templomából csak a Pompeius oszlop mered magányosan az ég felé. A Komesszufka katakombái római eredetűek és valamikor az első 2 évszázadban épültek. 3 emelet magasságban húzódik ez a lenyűgöző sírépület együttes, amelyben római, görög és egyiptomi stílusjegyek ötvöződnek. Ma Alexandriát az iszlám vallás határozza meg. A város legszebb mecsetje a kikötő sétánynál fekszik. Az iszlám építészetnek ezt a mesterművét 1769-ben emelték a Szent Abul Abbas sírja fölé.
A Montasa Palota és Park együttese a kikötői sétány másik végén található. Időközben a hajdani királyi nyári rezidenciát luxusszállodává alakították, amely saját stranddal rendelkezik. Éjszakai élet Kairóhoz hasonlóan túlnyomó rész csak a szállodákban van. Mégis érdemes egy sétát tenni az esti utcákon, hiszen az üzletek, a teabárok késő éjszakáig nyitva tartanak. A nappal izgatott elevensége megszakítás nélkül folytatódik az éjszakában. A sivatagi út mellett a Delta Road a második legnagyobb összekötő út Alexandria és Kairó között, mely átvezet a mezőgazdasági szempontból jelentős delta vidéken. Felső Egyiptom híres látnivalóit a legkényelmesebben repülővel vagy vasúton érhetik el. A Luxorba tartó 9 órás vonatútra érdemes hálókocsit bérelni. Felső Egyiptom valaha az új birodalom kulturális központja volt. Théba fővárosa közel a mai Luxorhoz magában foglalta egyrészt a Nílus keleti partvidékének híres templomait, másrészt a királyok völgye síremlékeit is. Edfu, Komombó és Abu Simbel szintén a fáraók korának jelentős városai. Luxor és kereken 80 ezeres lakossága ma túlnyomó részt a turizmusból él, méghozzá nem is rosszul, hiszen a karnaki és luxori templomokat szinte minden Egyiptomba látogató turista felkeresi. Második Ramszesz két óriási szobra áll őrt a luxori templom előtt, aki 1290 és 1224 között uralkodott az új birodalomban. A templomot viszont egy dinasztiával korábban a 18. uralkodó idején építették. A bejárati kapunál álló két obeliszk közül ma már csak az egyik látható. A párját Muhammad Ali elajándékozta a francia 5. Károlynak. 1836 óta a párizsi Place de la Concorde-ot ékesíti. A templom az isteni és halhatatlan Ká fáraó szentélye. Az egyiptomiak elképzelése szerint Kára ráleheltek az istenek, ezért túléli az emberi fizikai halált. A régi egyiptomiak, hogy megünnepeljék a birodalom isteni származását és hogy megújulását biztosítsák, az áradás második vagy harmadik hónapjában Opet ünnepséget tartottak. Ennél a ceremóniánál, ahol csak a papok és az uralkodó fáraó volt jelen a hitvesével, Ámon isteni bárkáját a karnaki szentélyből Luxorba hozatták. Ámon egyesülésével a fáraó alakjában a királynővel szimbolikusan megkezdődött az új ciklus. A fáraók templomai építészetileg a központi szentély felé irányulnak. Minden épület és oszlopcsarnok meghosszabbítása ebben az egy pontban fut össze. Kívülről befelé, a fényből a sötétbe. A napsugarai, a fény és árnyék ellentéte még ma is mágikus hatást kölcsönöznek ennek a helynek. Egy 3 kilométer hosszú, kos szobrokkal szegélyezett fasor vezet a templomból Karnakba, az Amon szentély központjába. A hatalmas templom együttest a középbirodalom idején kezdték el építeni, tehát Krisztus előtt 2040 és 1650 között. De az egyiptomi uralkodók egészen a fáraók korának végéig bővítették, kiegészítették vagy felújították ezt a központi szentélyt. Az egész együttes szíve az Amon templom, amely főleg lenyűgöző oszloperdejéről híres.
A csarnok építését első Szetosz kezdte, és fia második Ramszesz később tovább bővítette. A 134 oszlopot, amelyek feltehetően az ős mocsarat szimbolizálják, gazdagon díszítették domborművekkel. A fáraók építészetét az ősi elemek, a víz és a nap határozta meg, ahogy Karnakban is. A templomok egy része a naptengely, az isteni, azaz kelet-nyugati irányban fekszik. Ezzel szemben a másik rész párhuzamosan a Nílussal az észak-déli, vagyis a királyi világi irányban terül el. Egy szent tó állt a papok rendelkezésére a rituális mosakodáshoz. Ez egyidejűleg az óceánt is szimbolizálja, amelyből a világ keletkezett. A piramisok mellett Karnak épületei a fáraók korának leghatásosabb emlékművei. Lovas szekerek szállítják vissza az utazókat Luxorba. A kikötői sétány kedvelt találkozóhely, és szinte mindig nagy élet folyik itt. Ennyi kultúra után jól esik egy kis séta a rakparton. Nagyon szép egy hajóút is a Níluson. A legjobb egy hagyományos felukkán. Számtalan szálloda áll a turisták rendelkezésére, minden kategóriában és minden árfekvésben. És ez nagyon is fontos, hiszen a látogatók a trópusi éghajlatban megtett túrák után csak örülnek annak, hogy nem kell a nyugati kényelmükről lemondani. A klimatizált szobák és a barátságos ambitusok gyorsan rendbehoznak mindenkit. A nagyobb szállodákhoz hozzátartozik a park az úszómedencével és megfelelő programokkal. A legtöbb esetben ajánlatos a szállodákban étkezni, egyéb esetekben a kevésbé ellenálló szervezeteknél előfordulhat a fáraó átka. És mégiscsak bosszantó, ha a nyaralást ágyban fekve kell eltölteni. A kikötői sétány mögött kezdődik a bazárnegyed. És ahogy minden bazárban, itt is nagy választék található szuvenírekből, kisebb ajándéktárgyakból. Különösen a hölgyek kedvelik ezeket a kis parfümös üvegcséket. De természetesen megtalálhatók itt a fáraók szobrai mini kiadásban, és számos egyéb vicek, vacak. Egy nílusi hajóút nélkül ne hagyják el Egyiptomot. A felukkán, az egyiptomiak hagyományos hajóján egész más oldalról ismerhetik meg az országot. A kirándulások egyik kedvelt célja a Banán-sziget, nem messze Luxortól. A trópusi gyümölcs termesztése itt nagyvonalúan folyik. A raktározáshoz az idők folyamán egész falvak épültek fel. A munkások naponta kimennek az ültetvényekhez, hogy ápolják a banáncserjéket. A banánt nem exportra szánják, hiszen a termés alig fedezi az ország szükségletét. Az egyiptomi banán kisebb, mint az általunk ismert, de így frissen szedve az íze utolérhetetlen.
A Nílus mentén több ezer év óta a mezőgazdaság mellett a halászat táplálja az embereket. A leggazdagabb források a Nílus deltájának csatornái és lagunái. A Nílus halálománya egyébként az Asszuáni gát megépítése óta érezhetően csökkent. Az oka a táplálékhiány, amit a Nílus áradás kimaradása okozott. Ha a Níluson hajóznak, láthatják, hogy a fogást közvetlenül hajóról hajóra adják el, úgy szólván élve. A kereskedelem különösen hasznos és eredeti módja. A duzzasztógátak megépítésével, amelyek lehetővé tették a földek tartósabb öntözését, a parasztok jelentősen növelni tudták a terméshozamot. Elsősorban búzát, kukoricát és cukorrépát termesztenek. Szerte ágazó, gondosan megtervezett csatornahálózaton keresztül jut el a Nílus vize a legtávolabbi földekig is. A parasztok földművelési módszerei nem sokat változtak. Gépi segítség alig áll rendelkezésükre. A nehéz munkát, mint a fáraók korában, a hagyományos haszonállatok segítségével végzik szamárral, ökörrel és tevével. Kőből faragott őrök díszítik a királyok völgyének bejáratát a Nílus nyugati partján. Egykor harmadik Amenofisz templomához tartoztak, amelynek ma már nyoma sem maradt. Egy kis jármű megy le a völgybe, ahol kereken 3500 évvel ezelőtt körmenetet tartottak az elhunyt fáraókért. Talán a völgy mássága, vagy a legmagasabb csúcs piramis formája vitte rá az új birodalom fáraóit arra, hogy egy új sírhelyet avassanak fel. Azt akarták, hogy itt nyugaton, ahol a nap a horizonton megy, letemessék el őket. Mert hitük szerint Rénapisten este leszáll az alvilágba, és csak reggel tér onnan vissza. A 18., 19. és 20. dinasztia fáraói 60 máig ismert sziklasírt vájattak a mészkősziklába. A temetés után mindenféle törmelékkel álcázták a bejáratot, mégis szinte mindegyiket megtalálták és kifosztották a sírrablók. A sírkamrák falait az óegyiptomi halottas könyvből vett jelenetek díszítik. Ezek segítették a fáraókat az alvilágba vezető útjukon, hogy a túlvilág veszélyeit és akadályait sikeresen legyőzzék, és azután, mint Ré, újjászülethessenek. A legszebb és a legnagyobb sír a királyok völgyében első Szetoszé, aki 1308 és 1290 között uralkodott Alsó és Felső Egyiptomban. A gyönyörű falfestmények a halottas könyv jelenetein kívül a teljes egyiptomi mitológiát megjelenítik. Tutankhamon sírját 1922-ben fedezte fel az angol Howard Carter. A napimádó Echnaton fia, aki itt a halálisten Anubis kíséretében lép fel Hathor istenasszony ellen, erőszakos halállal halt meg 18 éves korában. Vele ért véget a 18. dinasztia. A legtöbb pompás síradományt a kairói egyiptomi múzeumban csodálhatjuk meg. A hatalmas sírlétesítmény déli végén fekszik a királynők völgye. A több mint 70 sír nagy része a 19. és a 20. dinasztia korából származik, és hercegek, hercegnők, királynők nyugvóhelyéül szolgált. Második Ramszesz feleségének, Nofretétének páratlanul szép sírt emeltetett. Ez az egyetlen, amelyet teljes egészében kidíszítettek. A természet és az építészet zseniális összhangja nyilvánul meg Hatshepszut teraszos templomában. A három teraszt rámpa köti össze, az egyiptomi építészet újítása. A templom Krisztus előtt 1466-ban épült a Deir el-Bahari völgyében, ami földrajzilag a királyok és a királynők völgye között fekszik. Hatshepszut királynő több mint 20 éven át uralkodott, és Kleopátra mellett ő volt az egyetlen nő királyi trónon Felső és Alsó Egyiptomban.
A szobrok és a domborművek rossz állapota fél unokaöccsének és követőjének, harmadik Tutmózisz romboló kedvének köszönhető. És Echnaton idejében az egész berendezést szétverték egészen a napkorong ábrázolásokig. Az alsó oszlopcsarnokot a királynő életéből vett jelenetek díszítik. Többek között uralkodásának egyik legfontosabb eseményét, a Punt országába, a mai Szomáliába induló kereskedelmi expedíciót. A többi látnivalót fölfelé a folyón a legkényelmesebben az egyik nagy nílusi gőzhajóval érhetik el. Biztos kézzel, vagyis inkább ügyes lábbal kormányozzák szálloda hajóikat az odavalósi kapitányok. Kényelmesen szemlélődve újfajta szemszögből láthatják innen a Nílus országát. Ezeket a szállodahajókat mindennel felszerelték, ami a kényelemhez szükséges. Fedélzeti napozó és néha még egy kis fürdőmedence is található rajtuk. Ahogy incsiklandozó büfék is. Látva ezeket a kirakott finomságokat, kifejezetten érezni lehet az ellentmondást a lakosság szűkös életmódja és a nyugati színvonalú turizmus között. Egy ellentét, ami nem egy könnyen feloldható. A folyón felfelé Edfu, Egyiptom déli tartományában, Asszuánban, Luxortól úgy 100 kilométerre fekszik. A rakparton már konflisok várják az ideérkező látogatót, hogy a városba vagy a Hórusz templomhoz vigyék. Harmadik Ptolemaiosz Krisztus előtt 237-ben rendelte el ennek a lenyűgöző templomnak az építését, amelyet a sólyomistennek Hórusznak szenteltek. Már a középbirodalomban is egy szentély állt itt, melyet a napisten tiszteletére emeltek. A bejárati kapu hatalmas oszlopain keresztül az első oszlopcsarnokba jutunk. Az oszlopfők rendkívül gazdagon díszítettek. A Hórus sólyom felső és alsó Egyiptom kettős koronájával ékesítve a csarnokok bejáratát őrzi, melyek a szentélybe vezetnek. A falakat domborművek borítják, amelyek a királyt ábrázolják, amint bevonul a szentélybe és átadja az áldozati adományokat. A szent bárka másolata, amelyben az évenként megismétlődő körmeneteknél az Isten szobrokat szállították, a szentély mögötti egyik kamrában látható. A további utat Asszuán irányába kocsin, vonaton vagy az egyik nílusi hajón tehetjük meg. A folyó közelében egy magaslaton áll a páratlan fekvésű Komombó kettős szentély. A templom a krokodilfejű isten Szobek és a sólyomfejű isten Haroeris tiszteletére épült.
Az épület együttest egy képzeletbeli hostengely osztja ketté, így mindkét istenségnek megvan a saját szentélye. A szentélyből csak az istenek bárkájának gránit alapja maradt fent. A Níluson fölfelé Komombóból 100 kilométeres út vezet Asszuánba. A termékeny földsáv a folyó bal és jobb oldalán az út folyamán egyre keskenyebbé válik, míg a homokkősziklák szinte már a folyópartig nyúlnak. Asszuán előtt a folyómeder ismét kiszélesedik. A homokkősziklák közé festőien beágyazva fekszik Asszuán városa, és sok látogató számára innen nyílik a legszebb kilátás az egész Nílus völgyére. Asszuánnak egykor fontos stratégiai jelentősége volt, mert a karavánút, amelyen az óegyiptomiak a kereskedelmet bonyolították vagy háborúba indultak, itt torkolt a Nílus országát Núbiával és Szudánnal összekötő útba. Szudánban egyébként még máig is núbiaiaknak nevezik a felső Nílus völgyének lakosságát, Asszuán és Khartoum között. Minden arab városban, így Asszuánban is van bazár. Ez a bazár különleges kisugárzását mindenek előtt a núbiai kultúra hatásának köszönheti, amely az etióp és szudáni hagyományok keveréke. A város gyönyörű fekvését hamar felfedezték az utazási irodák is, ezért Asszuánban számtalan hotel található. Valamelyik közvetlenül a folyóparton fekszik, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész völgyre. Szállás lehetőséget bőven lehet találni a helyszínen is. A gasztronómiának Asszuánban régi hagyományai vannak. A sok idegen hatására, akik Egyiptomba látogattak, itt különösen gyorsan fejlődött ki egy nemzetközi konyha. A szép, hosszan elnyúló épületegyüttesek úszómedencével, kilátással a Nílusra igazán kellemes pihenést biztosítanak. A Cataract Hotel egy különlegességgel büszkélkedhet. Agatha Christie ugyanis itt írt a híres krimiét, amelynek címe Halál a Níluson. A hotelből szép kilátás nyílik az Elefántok szigetére. A neve onnan származik, hogy egykor az elefántcsont kereskedelem központja volt. Néhány templomromon kívül nincs rajta sok látnivaló. A háttérben Aga Khan mauzóleuma emelkedik. Ide temették 1957-ben az iszlám szekta vezetőjét. Hogy a földek folyamatos öntözését biztosítsák, az angolok már 1898-ban egy duzzasztó gátat építettek. De a gyors népességszaporulat következtében a tározómedence kapacitása kevésnek bizonyult. Így 1960-ban egy második gát építésére szánták el magukat. A régi tározómedence áradása már-már ahhoz vezetett, hogy elönti Philae szigetének templomait. Egy nagyvonalú mentési akció keretén belül az egész templom együttest Agilkia szigetére telepítették. Az épület együttes szíve a Ptolemaioszi korból származó Ízisz templom. A falakat Ízisz, Hórusz és Hator istenek képmása borítja, akiknek a templomokat szentelték. Egészen Krisztus után 473-ig, amikor a fáraók szentélyei már régen elárvultak, Philae szigetén még mindig Ízisznek áldoztak. A 6. században Justicianus császár záratta be végleg a templomot, egy részét átalakítva a kopt keresztények számára.
Augustus császár, aki Krisztus előtt 31-ben legyőzte Kleopátrát és Antóniuszt, és Egyiptomot a római birodalom alá rendelte, építette ezt a gyönyörű oszlopcsarnokot. A befejezetlen templomot tévesen tartják trák épületnek. Az óegyiptomiak a Nílus vízszintjét egy úgynevezett nilométer segítségével figyelték, ami az egész országban megtalálható. A belevésett rovátkákból még ma is leolvasható a Nílus 3000 évvel ezelőtti vízállása. Assuán mögött kezdődik a núbiai sivatag, amelyen az Abu Simbel felé vezető út áthalad. A kápráztató hőségben nem ritka a Fata Morgana. Ne hagyják, hogy a látszat megtévessze önöket. Amikor az asszuáni duzzasztógát felépülése után a Nasser tározó medence vízszintje aggasztóan emelkedni kezdett, és fennállt a veszélye, hogy elönti Abu Simbel csodálatos templomait, elhatározták, hogy az egész épület együttest áthelyezik. Abu Simbelt 4 évig tartó munkával darabokra szedték, és 65 méteres magasságban, úgy 200 méterre az eredeti helyétől újra felépítették. Második Ramszesz, a 19. dinasztia legjelentősebb fáraója, egy hatalmas sziklatemplomot építetett magának. A 10 méter magas oszlopok a holtak istene Osiris alakjában ábrázolják az uralkodót. A domborművek a kadesi csatáról mesélnek, amikor Ramszesz Krisztus előtt 1285-ben végső győzelmet aratott a hettitákon. A templom domborműveinél sokkal egyszerűbbek a kisebb mellékkamrák ábrázolásai. Ezekben a kamrákban a készleteket tárolták. A sziklába vájva ül a 4 templomi istenség. Évente csak 2-szer éri arcukat a napfény. A kis sziklatemplomot, amelyet II. Ramszesz felesége Nofretete tiszteletére emelt, Hathor istennőnek, a birodalom védőjének, Hórusz feleségének szentelték. A királyi pár sírja egyébként Tébában található. A négyzet alapú előcsarnokban Nofretete és a fáraó képei láthatók, amint áldozatot mutatnak be az isteneknek. A 6 oszlopot, melyek fölosztják a teret, Hathor fejek díszítik. Abu Simbel a maga teljességében egyike a legszebb, legmélyebb benyomást keltő szentélyeknek, és sok ide látogató számára a körutazás utolsó állomása a fáraó birodalmában. A Vöröstenger partján fekvő Sharm el-Sheikh és Hurgada kiváló célpont azoknak, akik néhány napig a tengert is élvezni szeretnék. De ezeken a helyeken le kell mondaniuk a látnivalókról. Ellátogathatnak viszont a sínai félsziget kolostoraihoz. A Vöröstengerhez vezető út a sivatagon vezet át. Mélyebb benyomást, mint a termékeny Nílus völgye, és ennek az életidegen tájnak az ellentmondása, alig ha élhetünk át. Hurgada a Vöröstenger nyugati partján, a fürdőzni, búvárkodni kívánók központja. A város maga nem éppen szép, de a piaci napokon nagyon eleven. A Vöröstengernél a turista élet szinte kizárólag a szállodákban folyik. Még a bevásárláshoz sem kell elhagyni a szállodakomplexumot. Minden beszerezhető, ami a mindennapi szükséglethez kell. Szuvenír is bőségesen található. Természetesen a klimatizált szobák megfelelnek a nyugati színvonalú komfortigényeknek. Esténként választhatnak a programok között. Modern és folklór, minden megtalálható a kínálat széles skáláján.
A hatalmas medencék, a szállodák saját stranddal hozzátartoznak a színvonalhoz. Lehetőségünk van természetesen beiratkozni egy búvár tanfolyamra is. A felszerelés kölcsönözhető, hogy megismerjük a Vöröstenger csodálatos víz alatti világát. Eredeti élmény a szervezett sivatagi jeep-túra. A hosszú homokdűnéken jól lehet csúszkálni. A sivatagi túrák végállomása általában egy beduin tábor. Bár a beduinok többsége időközben letelepedett és falvakban él, azért még élnek olyan nagy családok, akik tevecsordáikkal a sivatagban vándorolnak. Hogy ilyen körülmények között helytálljanak, tökéletes családi összetartásra van szükség. Az évszázadok folyamán egészen egyedi hagyományok és szokások alakultak ki. Például a kenyeret a legegyszerűbb módon készítik. A cipót a sütés előtt betemetik hamuval, és csak akkor porolhatják le, mielőtt elfogyasztják. A beduinok állataikkal egyik oázisról a másikra vándorolnak, hiszen víz nélkül egyetlen élőlény sem maradhat fenn. Gyakran több száz kilométert kell vándorolniuk a sivatagon keresztül, hogy eljussanak a következő forrásig. Pontosan 6 óráig tart az út a Vöröstengeren át a sínai félszigetig. Aki fél a tenger háborgásától, az választhatja a repülőgépet is. A sínai félsziget déli csücskénél hosszú homokstrandok húzódnak, gyönyörű öblökkel tarkítva. Így Sharm el-Sheikh minden ide látogató számára, akik fürdőzni vágynak, maga a paradicsom. A közeli korallzátonyok miatt nagyon kedvelik ezt a partszakaszt a búvárok is. A sínai félsziget a zsidók és a keresztények számára különös jelentőséggel bír, hiszen az Ótestamentum szerint Mózes itt ment fel Horeb hegyére, hogy megkapja a 10 parancsolatot. A hegy lábánál fekszik a híres Katarina kolostor. A szerzetesek már Krisztus után 324-ben templomot építettek ide, arra a helyre, ahol állítólag Isten megszólalt az égő csipkebokorból. A rabló beduinok támadása ellen Justicianus császár erődítményt emelt a szerzetesek védelmére. Ma már csak 50 szerzetes él a kolostorban, amely a görög ortodox egyházhoz tartozik. Az égő csipkebokor kápolnája előtti cserje állítólag a bibliai növény ivadéka. Az újegyiptomi művészet és kultúra eredete a vallás.
Az óegyiptomiak, hogy megértsék helyüket a világegyetemben, olyan képi írást teremtettek, amelynek jelképrendszere még ma is lenyűgöző. Talán azért, mert olyan ősi elemeket tartalmaz, a tudatalatti mélyéről szóló olyan képeket, amelyek soha nem merülnek alá a múltba. Közreműködött Messzéna Marian, Kendi Lajos, Derzsi Csilla, Varga T. József. A magyar változatot a Vipart Kft. Megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Vipart Kft. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő.